drága magyar fiatalok, éppen megy a legutóbbi vlog bejegyzésünknek a premierje a YouTube-on, de mi már utazunk Székesfehérvárra. Hát, ilyen a cirkuszosok élete. Hello, hello! Gyere, anyukám! Így is érzem magam. Hogy összeöltöztünk? Hát kicsim, nagy nehezen megpróbáltam. A gyerek is. Szép kis család vagyunk. Ugye? Egyetlen leányunk aranka. Olyan szép, nézd lehet meg. Na, tök jó. Érzed? Hármas van, de onnan. Köszönöm. Új alapul a bonanza, te vagy az oldalon. Jocinak. Jocinak minden megvan. Kazettán, öcsém. És van kazetta lejátszód? Ember. Walkman is van meg. Walkman! Walkman, gyerekek! Ah, az igen! Szíző! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! És ennyi. Körbeért a kör. Most te zongoráztad fel? Igen. Nagyon jól áll, ugye? Direkt volt tízesre kitekerve, amikor a kezembe adtad? Igen, véletlenül. Ja, véletlenül. De akartam még előtte megnézni. Jó, majd hogy... előtte meg, jó, meg intenzifikáljuk. Most a rendes izét, aréna koncertet játsszuk el, amit úgy szerettek. Így van. Drága magyar fiatalok, a székesfehérvári koncertben mindig van egy kis kockázat, mert emlékezetes, hogy néhány esztendővel ezelőtt itt nagyon csúnyán elásztunk. Jó időnk van, csak ennyi romoljon. Mi így szeretjük! Most kegyes hozzánk az időjárás, reméljük ez így is marad a buli végéig. Erősítsük egymást, és csapjunk oda azoknak. Terem sötét, zene elhalkul. Cheers. Drága magyar fiatalok, itt vagyunk Villányban, egyik legcsodálatosabb borvidékünkön, és itt egy egyszerű kis háztáji jellegű koncertvel fogjuk ünnepelni Mence G 15. születésnapját, tehát ezt is megértük, hogy egyrészt megtudtam oly sok év után, hogy hány éves valójában Mence G, mert annak idején nem árulta el nekünk. Miért nem árultad el nekünk? Még a bonaza idején nem tudtuk, hogy hány éves a Mence. Kiskorú voltam egy gyerekek, 17. Kiskorú, nem 17, jöhetett volna, ha elárulja, nem jöhetett volna turnéba velünk, mert igen, nagyon fiatal a Gábor, 3 évvel fiatalabb, mint én. Hát ez sok mindent megmagyaráz. Szóval itt fogunk ünnepelni, Isten éltesse. Így van. Sziasztok! Megvan? Megvan. Tehát van egy ellépés. Így van. Ezt tudja Madika? Persze. Dög meleg van. A Sándor tekintetében szerintem kritikus lehet, mert ki fog melegedni.
Mindig kommunikáljál a Sándorkával, inkább beszélgetek én a tisztelt közönséggel. Egy-két verset, belefér esetleg. Jó jövő. Tessérek, jó kedéllyel, és próbáljuk felébreszteni magunkat erre az eseményhez. Kérjük a munkához. Kérjük a munkához az égi segítséget. Ön valóban az eredeti originált Metzel G? Fücsomó mindig is egy nagyon szerény ember volt, és bizonyára annak a veszélye is fennforog, hogy magamra haragítom őt, amikor elmondom itt szűk családi körben, hogy ma ünnepli az 51. születésnapját. Kíméljük meg Metzel G-t attól, hogy elénekeljük neki a Boldog Születésnapot című dalt. Isten éltesse, örülök, hogy itt vagy velünk. Boldog Születésnapot! Nagyon szépen! És a Krisztina művésznő egy tortával szeretné megkodálni. Egész utasütött. Egész utasütött. Azon szükséget. Átveszünk, átadjuk. Az lehet, hogy trállal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 áll
nutellás. Az nagyon komoly gyerekek. Úgyhogy kérünk egy késet. Akarod felvágni, G? Gyereket felvágni. Igazi felvágni. Hajrá! Én nem tudom, de... Mennyi biztos megütötött? Ez a szerű kristály. Hajrá, G! Meg volt a villányi koncertünk, fantasztikus, jó hangulatúra sikeredett. Mencia Gabit is felköszöntöttük a 15. születésnapján, ráadásul a borász barátainknál vendégeskedhettünk. Nem csak az történt meg, hogy a villányi borvidék nagy duánye Bok Józsi bácsi meghívott a pincébe, és hát úgy látszik a borvidékeken való turnézásnak az a következménye, hogy ott hajnalig egy picikét énekelgettünk és borozgattunk az ő pincében, de még egy másik borvidékről, Szekszárdról, Takler Feri bácsi is meglátogatott bennünket, és nagyon jót mulatoztunk együtt. Két mohikán az egyik fél, az egyik Szekszárdi, két másik mohikán meg villány. A két terminátor. Észak, villány és dél Szekszárd képviselői. Ott voltam tőle 8 méter. Igen, láttam. Szuper! A tömeg fölé magasodott, Józsi. Szuper! Szavinyon, Feri bátyám, most ez van. Ez eltűnt. Igazán jó ilyen nagy formátumú, komoly életutat bejárt emberek társaságában. Kicsit felszabadultam beszélgetni és borozgatni. Ezek a marikók. 225 literes. Kocsánytalan. 225 literes. Kocsányos vagy kocsánytalan. Azt gondolom, hogy a Takler ugyanolyan elvetemült borász, mint ahogy én is vagyok. Tehát figyelj, higgyétek el, hogy mi nap, mint nap foglalkozunk. Minden nap meg kell úgy. Megcsinálja azt a hangjátékot. Mi ugyanúgy folyamatosan azon dolgozunk, hogy a tőlünk kikerült borok, azok olyanok legyenek, hogy ha valaki megkóstolja, hogy azt mondja,
vagy de jó. Ákos, ahhoz képest, hogy mi, amióta te nem voltál itt újjárt. Azt látom. Hát ez akkor nem volt, ez akkor nem volt. Ez 11-ben ért. Na nézzük meg, mert ennek a végén van valami szépen. Valami magyar rautát kéne ének a Csitáni hegyekre. A Csitáni hegyek valami. Azután pedig elindultunk ide, ahol most is vagyunk, Nagyváradra, egy fantasztikus esőzónán keresztül utazhattunk át a Gúnyhatáron. És most itt vagyunk, és alig várom, hogy koncertezhessünk, annál is inkább, mert a tegnapi este a Magunk maradtunk című kisjátékfilmünknek az itteni bemutatója, az nagyon jó hangulatúra sikeredett. A film után beszélgetni fogunk Ákossal, a film rendezőjével. Biztosan önök is tudják, hogy csodálatos szereposztás van a filmben, és nagy büszkeségünk az is, hogy Cseke Péter nagyváradi származású színész is, aki egyébként szintén a Szent László napok alkalmából Váradra látogatott, is egyik szereplője a filmnek, úgyhogy azt reméljük, hogy ő is a vendégünk lesz. Kezdődjék a film. Hallottam olyan csendről, amelyik kihat, olyan csendességről, amelyik erősebb a viharnál. Végtelenül sajnálom, hogy így alakult. Bár nem történt semmi. Ebben a jelenetben szerepel a Péter feleségével, Sára Dettivel együtt. Szerintem kiemelhető, különösen, hogy itt vagyunk, az ő szülőföldjén, hogy ő tökéletesen tudta, hogy ez a jelenet miről szól, és azt is, mármint, hogy mi a jelentősége. És hogy ez egy egyébként nagyon stilizáltan megmutatott, felidézett kép, ami az utcán történt, az nem így nézett ki. Ákos nagyon sokat beszélt nekem erről az emberről, és plusz Mázlin volt, mert 2006-ban kint voltam az utcán. Az a csodálatos, amikor egy rendező látja előre a filmet. Tehát ő pontosan tudta, hogy mit, hogyan szeretne. Aztán nyilvánvalóan ez megváltozik majd, amikor elkezd dolgozni a különböző alkotótársaival, de van egy képe, van egy víziója róla. És ezt a víziót mindenkivel leült, és mindenkivel megbeszélte, amit ő lát az egészből. És ez nem csak velem, nem csak egy színésszel, hanem ő leült a scripterrel is, és leült a sminkessel is, és leült az öltöztetővel is, mert tudta, hogy mit szeretne látni. Tehát ő kicsit finoman fogalmazza, vagy nem akarja túl fényezni magát. Ez egy fantasztikus dolog, amikor egy 25 perces filmen belül az ember egy életről, egy élethelyzetről, egy korról kell, hogy beszéljen. Acéltestű gitár, könyv, filmszalad. Mit mondjak erre? Szívből köszönöm. Köszönöm. És neked külön köszönöm, hogy ilyen cuki vagy, hogy végig vártad az egész. Saját műved? Nagyon jó. Jó, hát akkor gyerekek, nincs benne a műsorban az ilyenek voltunk, akkor betesszük holnap. Jó? Ezt neked fogom játszani Nimrodnak, jó? Nimrod miatt, mert... Ott leszünk, igyekszünk az első sorban lenni. Ha itt újjt el, ilyenek voltunk. Ja, bocsánat, oda nézd, tisztem már. Egy kamerát elindulnak, ma abban nézek. És most megnézzük, megolvasod a levelet? Napsugaram, egyem az... Jaj, de cuki, megzabállak. Ölelés. Hát ez valóra is kell váltani, gyere, hocikám, gyere. Oh, jaj, de aranyos vagy. Kapta egy ölelés. Na kérem, itt van, kedves Ákos, remélem elolvasod a levelet. Egy álmom vált valóra. A Szent László Bazilikája elől jelentkezem. A hosszú koncert hétvégéről most úgy beszélgetünk, hogy az egyik fénypont, a nagyváradi előadás még hátra van, éppen Szentmisére hív a harangok szava, és most mibe is megyünk a Szentmisére.
Itt ülünk 1908-ban a Holnap című nagyváradi folyóirat megalapítási eseményén. Adi Endrével, Juhász Gyulával, Dutka Ákossal és Emő Tamással ülhetünk egy asztalnál, ami önmagában is megtiszteltetés. Adi városában vagyunk, és nem sokára fölmászunk a koncertszínpadra, és neki kezdünk csörömpölni. Villámlás, dörgés, és eső minimális, de lesz. Szerintem kezdjük. Kezdjünk. Én el is szeretnék kérdezni rólatok. Ha mi azt mondjuk, hogy vége, akkor vége, bármi történik is, mert ez felelősség. Nyilvánvaló. Akkor mondjunk egy imád gyerekeim, mert arra szükség lesz. Forró. Figyeljünk oda, ha leparancsolnak a színpadról, lejövünk, de ha minden jól megy, akkor végig tudjuk játszani. All right. Dolgunkat. Eső is volt, de a közönség kitartott, melyik hát az első ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ilyen sokan kijöttek, vagy ennyien érdeklődtek irántunk, hogy szeretettel, békében tudtunk együtt lenni ilyen sokan. Hát az időjárás is megkegyelmezett, mert éppen abban a szupercellában is tölthettük volna ezt a két órát, amiben idefelé utaztunk, és az pedig elég kegyetlen időjárás volt, úgyhogy szerintem elég jól megúsztuk, de úgy láttam, hogy a közönség tagjai nincsenek cukorból, ők se riadtak meg nagyon az esőtől. Fantasztikus volt a hangulat, én nagyon élveztem, bevallom, nagyon fáradt vagyok, de nagyon élvezetes volt.